7 milliárdos fejlesztés. Az év végéig be is fejeződhet az a projekt, mely az árvízvédelmi biztonságot növeli a Felső-Tisza vidékén. Adategyeztetés. Június 26-a után zárolják a bankszámlákat, ha az ügyfelek nem azonosítják magukat a pénzintézetekben. Adomány. 235 ezer forinttal támogatják a Michelin nyíregyházi dolgozói egy lélegeztetőgép beszerzését. Mintegy 7 milliárd forint európai uniós forrásból valósul meg, és az év végéig be is fejeződhet az a projekt, mely az árvízvédelmi biztonságot növeli, az árvízi kockázatot pedig csökkenti a Felső-Tisza vidékén. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A folyamatban lévő árvízvédelmi fejlesztés három település, Kisar, Nagyar és Tivadar közigazgatási területeit érinti. Védő hatása azonban a Beregi és a Szamosközi ártéri öblözetek teljes részére kiterjed. A Tisza vízállása jelenleg nem túl magas, a Tivadari hídnál azonban javában építik a megújuló gátat. Az elmúlt évtizedekben több száz centiméterrel nőtt a hazai folyók, köztük a Tisza mértékadó árvízszintje is, melyre az árvízvédelmi védvonalakat fel kell készíteni. Itt közel 10 kilométer, 9,6 kilométer árvízvédelmi töltés magasítása, szélesítése van beütemezve. A jobb parton a híd és a Beregi tározó feltöltő műtárgyak közötti szakaszon, a Valparton, Kisari oldalon, pedig hát Usztoró és a Nagyari Petőfi Zsíri közötti szakasz erősítése van folyamatban, nagy részt el is készült. Itt a Balparton az az érdekessége a töltésfejlesztésnek, hogy egy helyen új nyomvonalon épült, teljesen új töltés is a híd alatt, mindjárt egy nagy kanyar lett így átvágva, több mint egy kilométerre rövidült így meg a töltés is, és a hullámtér kiszélesedett. Ez kedvező hatása lesz az árvizek levonulására. A modellezések alapján ez a szélesítés is úgynevezett leszívó hatással van a híd szelvényeire. Erre azért is van szükség, mert kiemelkedően magas árvízkor a Tivadari híd belelóg a Tiszába. A műtárgy átépítése azonban még várat magára, az ugyanis nem fért bele ebbe a 2017-ben indult fejlesztésbe. Ez a projekt mindennel együtt területszerzéssel, hatósági ügyintézéssel 7 milliárd forintot tesz ki. Ebben az évben be is fejeződik. Fontos azt még hozzátenni, hogy akkor lesz egész, és akkor lesz majd jó itt a szűkületnek a helyzete, ha a híd is átépítésre kerül. Megvan a terve, engedélyes terve is van. Kisaron, bár az árvizekhez hozzá vannak szokva a helyiek, mégis sokat jelent számukra, hogy ezen túl még nagyobb biztonságban élhetnek, mondta el a település polgármestere a projekt ismertető rendezvényen. Kisar település évszázadok óta ugye a Tisza mellett van. Az emberek hozzá vannak szokva, hogy ha a Tiszán emelkedik a vízszint, akkor nyugodtan kezelik a helyzetet. Ennek ellenére az elmúlt évtizedekben a magas vízszintek miatt rengeteget kellett védekezni az embereknek, és a 2002-es árvíz után szükségessé vált a gátnak a megemelése. Szakaszokban történt ez, most a település alatt a legnagyobb ütemben folyik ez a gát magasítása. Az emberek ezt azért veszik pozitívan, bár hozzá vannak szokva a Tisza magas vízszintjéhez, mégis kényelmesebben és nyugodtabban tudnak élni, ha tudják azt, hogy biztonságban vannak. A kisari rendezvényen elhangzott, a települést érintő szakasz töltésfejlesztése várhatóan az idei év végéig befejeződik. A koronát mindenhol aszfalt úttal látják el, amely így a megyei kerékpárhálózatba is becsatlakozik. Június 26-a után zárolják a bankszámlákat, ha az ügyfelek nem azonosítják magukat a pénzintézetekben. Egy két évvel ezelőtti törvény értelmében kell megjelenni a természetes személyeknek és a cégeknek egyaránt adategyeztetésre a bankokban. Az ügyfeleket több módon is értesítik, még június 26-áig a kötelezettségükről. Habonta mintegy 25 millió tranzakciót hajtanak végre a banki ügyfelek Magyarországon. Bankkártyával fizetünk a boltban, és bankkártya adatok segítségével vásárolunk az interneten. A szolgáltatást azonban zárolhatják a pénzintézetek, ha az ügyfelek nem tartják be az adategyeztetési határidőt.
Még 2017. június 26-án lépett életbe a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni törvény hazánkban. Ez 2 év haladékot adott a pénzügyi szolgáltatók számára, hogy elvégezzék az ügyfelek ismételt azonosítását. Ennek a 2 éves türelmi időnek jár le a határideje idén június 26-án. Az ügyfélnek annyi a teendője, hogy bemutatja a bankban a személyi azonosító igazolványát és a lakcímkártyáját. Ezekről készítenek egy másolatot is. Érdemes minden esetben a számlavezető fiókot felkeresni. Igazából ketté kell választani a természeti személyeket és a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságoknak az esetét. Természetes személyek esetében mindenképpen a személyigazolvány, esetleg arcképes vezetőengedély, illetve a lakcímkártya szükséges. A cégek esetében pedig az alapító okirat és a 30 napnál nem régebbi cégkivonat. A bankok több módon is értesítik az ügyfeleket az adategyeztetésről. Van, aki postai úton a bankszámla kivonatával együtt kap értesítést, de a pénzintézetek elektronikus úton és telefonon keresztül is tájékoztatják az érintetteket. A határidő betartása a természetes személyeknek és a cégeknek is fontos. A türelmi idő ez a hatályba lépés és a fordulónap közötti 2 év volt, hogyha eltelik a 2019. június 26-a és nem történt meg ez az újraátvilágítás, akkor a számlák gyakorlatilag zárolásra kerülnek. Ez azt jelenti, hogy új megbízást nem tudnak befogadni a pénzügyi szolgáltatók. Egyedi esetben a tiszántúli takarék akár postai úton beküldött, teljes körűen kitöltött nyilatkozatot is elfogad ügyfeleitől. Erről azonban mindenkinek előzetesen tájékozódni kell. Idén egy közel 9 millió forint értékű lélegeztetőgépre gyűjt a Jós András Oktató Kórház gyermekosztályának alapítványa. Ehhez járultak hozzá mintegy 235 ezer forintos adományukkal a Michelin Hungária Kft. Nyíregyházi dolgozói is. Jótékonysági rendezvényt szerveztek a Michelin nyíregyházi gyárában, melynek keretében a dolgozók mintegy 235 ezer forintot gyűjtöttek össze, ezt követően pedig eldönthették, hogy az összeg mely szervezethez kerüljön. A felajánlás a Jós András Oktatókórház gyermekosztályának segít majd abban, hogy a későbbiekben egy speciális, magasfrekvenciás lélegeztetőgépet vásároljanak. Most az a tervünk, hogy az elkövetkezendő időben szeretnénk összegyűjteni egy olyan 8-9 millió forintot egy speciális lélegeztetőgépre, amivel az osztályunk nem rendelkezik. Ez egy úgynevezett jetventilátor, amivel nagyon kis súlyú koraszülötteket lehet úgy lélegeztetni, hogy minimális tüdőkárosodást eredményezünk náluk. Azaz a későbbiek során, hogyha életben maradnak, már pedig egyre többen maradnak életbe, a megfelelő szakmai munka és a szervezés következtében, akkor ezeknél a gyerekeknél minimális számban alakul ki úgynevezett krónikus, hosszantartó tüdőbetegség, amely végig kíséri a gyerekeket egész életükön. A főorvos hozzátette, a gyermekosztály alapítványának fő célja a különböző orvosi műszerek beszerzése, melyekre a felajánlott személyi jövedelemadó 1%-okból, magánszemélyek adományaiból, valamint nagyobb vállalatok támogatásából járulnak hozzá. 235 ezer forintot adományoztunk a gyerekosztály alapítványának. Ez a Michelintől érkezett, de valóban nem a cégvezetéstől. Volt egy dolgozói rendezvényünk, ahol a dolgozók adományozhattak, és megjelölték azt, hogy melyik alapítványnak adjuk át ezt a pénzt, és a dolgozók választása alapján döntöttünk emet az alapítvány mellett. A gyárigazgató hozzátette, a vállalata a társadalmi felelősségvállalása keretében iskolákat, gyermekképzéseket, egészségügyi intézményeket, valamint a közúti biztonsággal kapcsolatos rendezvényeket is támogat. Ismét állomásosztasson katonákat Nyíregyházán a honvédség, ezt javasolja Lengyel Máté önkormányzati képviselő. Ez szerinte munkahelyteremtő és honvédelmi szempontból is fontos lenne. Lengyel Máté szerdai sajtótájékoztatóján a börtönök túlzsúfoltságáról is beszélt, melynek következtében a rabok kártérítést kérhetnek és kérnek is, ami jelentős pénzbe kerül az államnak, a magyar adófizetőknek. Ezt nagy problémának tartjuk, de ennél nagyobb probléma az, hogy azokban a bűnesetekben, ahol az elkövetőt kártérítéssel is büntetik, hiába igényel a fogvatartási körülményei miatt kártérítést az államtól,
az ő számára kiszabott kártérítést, amit a sértetnek kellene fizetnie, azt nagyon nehezen tudja a sértet behajtani a bűnelkövetőn. Egy szociológiai felmérés szerint még a fideszes szavazók jelentős része is egyetért az MSZP azon törekvéseivel, amelyekben az Európai Uniós minimálbér, nyugdíjminimum és családi pótlék bevezetését szorgalmazzák, mondta Nyíregyházán Kórós Lajos, a párt országgyűlési képviselője. Rögtön kezdem az elsővel, 750 eurós javaslatunk van, ez azt jelenti, hogy 750 eurónál kevesebb fizetése ne legyen senkinek. Ez azt jelenteni a magyar viszonylatok között, hogy egy 45-50 ezer forinttal magasabb lenne a minimálbér a jelenleginél. A minimál nyugdíjnál a javaslatunk az 300 euróról szól, ez 95 ezer forintot jelent. Magyarország esetében 10 éve változatlan 28.500 forint az öregségi legkisebb nyugdíj összege. Én azt gondolom, hogy ez a 95 ezer forint annál is inkább reális, mert valahol itt van az egyszemélyes nyugdíjas háztartás társadalmi minimuma. A harmadik a gyerekekre irány nyúló vállalásunk. Ez a családi pótlék bevezetése legalább gyerekenként 150 euró összegben. A régészeti antropológiát ismerhetik meg a látogatók a Józsa András Múzeumban pénteken. Az intézmény 5. alkalommal csatlakozik az országos szintű régészeti napok rendezvénysorozathoz. Közben készülnek a múzeumok éjszakájára is, amelyet idén a retro jegyében szerveznek. A Sóstói Múzeum falu felújítása miatt ebben az évben elmarad a már hagyománynak számító tűzugrás. 2 évvel ezelőtt szerencsés időpontra esett a régészet napja. Éppen a nyugati elkerülőnél dolgoztak a Józsa András Múzeum szakemberei, így egy igazi ásatás részleteit tudták bemutatni az érdeklődőknek. Ebben az évben a régészet sötét oldala lesz a program témája. A régészeti antropológiára építik az egész pénteki napot. Ehhez kapcsolódik a Természettudományi Múzeum szórabírt csontok kiállítása, ami még mindig látogatható a múzeumban. A legizgalmasabb az lett volna, hogyha éppen lenne egy ásatásunk, és oda kivigyük az érdeklődőket. Sajnos ebben jelenleg nincs ilyen ásatásunk, azok mind júniusban lesznek, és így kénytelenek voltunk nem a terepre vinni az embereket, hanem itt a laboratóriumban megtartani a programot. Ez azt jelenti, hogy tehát részt vehetnek a restaurálás folyamatban, hogy áll össze a cserepekből az edény, egyáltalán hogyan kell elmosni ezeket a tárgyakat, és nem csak restaurálási folyamatba tekinthetnek bele, hanem lesz rajzolás is. Van egy kolléganő, aki bemutatja, hogy hogyan kell a régészeti tárgyakat rajzolni. A Józsa András Múzeumban a régészeti osztály a legnagyobb. 21 szakemberből áll a csapat. Ezt régészek, régésztechnikusok, geodéták, restaurátorok, rajzolók és adatbevivők alkotják. Az intézmény készül a múzeumok éjszakájára is. Június 22-én retro hangulat várja majd a látogatókat. Az idei rendezvénynek a 80-as évek lesz a témája. A Kálai gyűjteményben pedig a 70 éves nyíregyházi bábjátszás apropóján szerveznek kiállítást és bábjátékot. A tavalyi évfordulóra szervezett programok, a kommunikációs tevékenység fejlesztése, és a nemzetközi kapcsolatai alapján a Józsa András Múzeum lett idén az év múzeuma. A rangos elismerés mellett még egy díjjal jutalmazták az intézményt. A közösségek múzeumi díját is sikerült megkapni. Ez a cselekvő közösségi múzeum, ez azt jelenti, hogy a civil szervezetekkel, akikkel kapcsolatban vagyunk, azt mostantól kezdve már tehát a cselekvés vagy a szervezés kezdeti időszakára is bevonjuk őket, és így fogjuk továbbiakban alakítani a programjainkat. Az elmúlt 2 évben összesen 19 együttműködési megállapodást írt alá az intézmény, ezért is kapták az elismerést. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, a múzeumfalu felújítása miatt idén nem lesz tűzugrás Sóstón.
A MÁD FC nyerte az MLS regionális futszál bajnokságát a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei U20-as bajnokságban. Gyulaháza KS-e végzett az élen, az U17-eseknél pedig a Nyíregyházi Sportcentrum csapata lett az első. Az U17-es és U15-ös lányoknál a Nyírségen SC együttese bizonyult a legjobbnak. Az érintettek kedden vehették át érmeiket az MLS megyei igazgatósága által szervezett díjátadón. 2013-ban az országban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében indult el elsőként a megyei szintű futszálbajnokság. A következő években 8-10-12 csapat lépett pályára a hétfői játéknapokon. Két éve korosztályos csapatok számára is kiírta a bajnokságot az MLS megyei igazgatósága, amely a felnőtteknél 3-megye 11 csapatának részvételével a regionális bajnokságot is szervezte. Kedden a dobogós csapatok, a gólkirályok és a legsportszerűbb együttesek vehettek át elismeréseket az igazgatóság által szervezett díjátadón. Valamennyi bajnokságunkról elmondható az, hogy emelkedett a résztvevők, a nevezők száma, mind fiú, mind pedig leány korcsoportoknál, illetve ugye az NB3-as bajnokságban is. Az NB3-as bajnokságban ugye 3 megye, Hajdú, Borsod és Szabolcs megye csapatai vettek részt, ami érdekesség, hogy Borsod, illetve Hajdú megye csapatai voltak, akik inkább eredményesebben szerepeltek. A Szabolcs megye legjobb csapata az 5. helyen végzett, tehát az első 4 helyen másik 2 megye végzett. Összességében elmondható, hogy minden bajnokságban a színvonal az emelkedett, kikerültek innen azért olyan játékos, akik magasabb osztályba is játszhatnak, illetve az NB3-as bajnok MÁD az NB2 csoportban is megméretheti magát a következő szezonban, hiszen az osztályozó úgy sikerült, hogy jövőre egyel feljebb léphet. A megyében Csenger a futszál egyik fellegvára. A rendezvényen több díjat is átvertek a Csenger futszál Beregvidék képviselői. Ezen a díjátadón az utánpótlás csapataink kapcsán és a megyei és az NB3-as bajnokság gólkirálya kapcsán vagyunk jelen, hiszen Dávid Robi nyerte a gólkirályi címet az NB3-as bajnokságban, Csenger futszál Beregvidék színeibe, U15-ös lánycsapatunk második helyen végzett, és az U20-as fiúcsapatunk a harmadik helyet szerezte meg a megyei bajnokságban. Kvaka Árpád arról is beszélt, hogy a futszál egyre népszerűbb a megyében, és a fiatalabb korosztályok számára is évről évre több tornát tudnak rendezni. Mindenképpen elmondható, nem csak az itt most éppen kiosztásra kerülő bajnokságok helyezettjeiről, hanem a három legkisebb korosztály, a 15, 13 és a 11, ami ugye tornarendszerben működik, évről évre rohamosan növekszik a jelentkezők száma, úgyhogy nyugodtan elmondhatjuk azt, hogy a futszál népszerűsége az növekszik megyénkbe. A felnőtteknél a MÁD FC mögött a MEASZ és a DSCS végzett. Az U17-es fiúknál a Nyíregyházi Sportcentrum mögött a Tarpa SC lett a második, a harmadik pedig a Gyulaháza KS-e lett. Az U20-asoknál Gyulaháza, Újfehértó, Csenger volt a sorrend. Az U15-ös lányoknál a Nyírségen SC-t a Csenger és a Vásáros Namin követi a tabellán, az U17-eseknél pedig Nyírségen SC 1, Cigándese, Nyírségen SC 2 sorrenddel fejeződött be a bajnokság. Idén is megrendezi nyári kosárlabda képző táborát a Nyíregyháza Blue Sharks. A szervezők 10 és 20 év közötti fiatalok jelentkezését várják, akik a kékcápák edzői és játékosai segítségével fejleszthetik majd kosaras tudásukat. A táborba június végéig lehet jelentkezni. Az elmúlt két nyáron már szervezett tábort a Nyíregyháza Blue Sharks, amely idén a korábbinál szélesebb körű és magasabb szintű képzéssel várja majd a fiatalokat. A szerdai sajtótájékoztatón Sitkó Ernő szakmai igazgató arról beszélt, hogy lassan a megyeszékhely iskoláit érintő toborzó körút végére érnek, Lekli József pedig a tábort érintő változásokról szólt. Az első és legfontosabb, ugye, hogy tavaly 45 fő jelentkezését fogadták el, idén 80 főre bővítettük ezt a létszámot, úgyhogy sokkal több gyerkőcöt várunk, illetve 10-től 20 éves korig tágítottuk ki az életkort. Ami még fontos, ugye, hogy külön csoportokba fognak korosztály szerint dolgozni a gyerekek, és nem kompletten mindenki együtt fog dolgozni, hanem különböző állomáshelyek lesznek, ahol 2-3 edző fog velük foglalkozni. Tehát lényegében egy ilyen kisebb csoportokba fogják elsajátítani a kosárlabda csinyát-binyát. A július 29 és augusztus 2 között esedékes táborban nem csak előképzettséggel rendelkezők jelentkezését várják a szervezők. Kosárlabdából az alapképzést azt meg fogják kapni, különböző labdás ügyességfejlesztés, dobástechnika javítását, illetve a funkcionális edzésekből a különböző gyakorlatokat, a rehabilitációt, prevenciót, illetve különböző kondicionális erősségfejlesztéseket fognak kapni. A táborba június végéig lehet jelentkezni. A résztvevőkkel a kékcápák edzői és játékosai foglalkoznak, majd mellettük egy válogatott kosárlabdázó is segít a képzésben.
Híradunk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Mintegy 7 milliárd forint Európai Uniós forrásból valósul meg, és az év végéig be is fejeződhet az a projekt, mely az árvízvédelmi biztonságot növeli, az árvízi kockázatot pedig csökkenti a Felső-Tisza vidékén. A folyamatban lévő árvízvédelmi fejlesztés három település, Kisar, Nagyar és Tivadar közigazgatási területeit érinti. Védőhatása azonban a beregi és a szamosközi ártéri öblözetek teljes részére kiterjed. Június 26-a után zárolják a bankszámlákat, ha az ügyfelek nem azonosítják magukat a pénzintézetekben. Egy két évvel ezelőtti törvény értelmében kell megjelenni a természetes személyeknek és a cégeknek egyaránt adategyeztetésre a bankokban. Az ügyfeleket több módon is értesítik még június 26-áig a kötelezettségükről. Idén egy közel 9 millió forint értékű lélegeztetőgépre gyűjt a Jós András Oktató Kórház gyermekosztályának alapítványa, melynek fő célja a különböző orvosi műszerek beszerzése. Ezekhez a személyi jövedelemadó 1%-ok, magánszemélyek adományai, valamint nagyobb vállalatok támogatásai járulnak hozzá. A Michelin nyíregyházi dolgozói egy jótékonysági rendezvényen 235 ezer forintot gyűjtöttek össze erre a célra. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták május 22-én szerdán, friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!